Ez itt a Szembeszéd, a Magyar Adás és az Új Szem folyóirat közös műsor, amelyben szálirányjal szemben fésüljük a társadalmi hétköznapokat. Mindannyian érezzük, hogy valami nincsen rendben. Hogy jobban megértsük a fejünk fölött tornyosuló válságok okait, ebben a műsorban társadalmi problémákat tárgyalunk, és arról is beszélgetünk, hogy hogyan hozhatunk létre egy a jelenlegitől eltérő világot magunk körül. Egyes városokon tornádószerűen vonulnak át az újabb és újabb beruházások, innovációk, új lakóövezetek létesülnek, megugranak a lakásárak, átalakul a városok kulturális szerkezete. Más, ezekhez közeli településeken vagy a városok perifériáin évtizedek óta nem változik semmi, s az ott élők megélhetési, lakhatási, egészségügyi, oktatási problémái súlyosbodnak, sőt új mély szegény telepek létesülnek. Ma a romániai és erdélyi neoliberális várospolitikákról beszélgetünk. A beszélgetőtársam Székely Őrs, költő, az Új Szem folyóirat szerkesztője, én pedig Borbi András vagyok. Amennyiben a neoliberális várospolitikákról beszélünk, bevezetőként talán annyit érdemes elmondani, hogy mit is értünk neoliberalizmuson, nagyon röviden. Tehát itt egy olyan fordulatról van szó, amely nagyjából a globális kapitalista rendszerben a 60-as, 70-es években zajlott le. Ilyen ismert fogalmak tartoznak hozzá, mint például az ipari kapitalizmusról, a fogyasztói társadalomra való váltás, a kulturális részét nagyon gyakran posztmodernnek szokták nevezni, tehát sokan mondják azt, hogy a neoliberalizmusnak a kulturális változata az a posztmodern lenne, illetve ehhez a korszakhoz kapcsolódik még ugye a gyarmati rendszernek az összeomlása és az ezzel kapcsolatos átalakulások, illetve még egy nagyon fontos mozzanat van, szakkifejezéssel ezt úgy mondják, hogy a tőke deregulációja. Magyarul ez azt jelenti, hogy egyre inkább lebomlanak azok a korlátok, amelyek mentén az államok megpróbálták egész addig kontrollálni azt a tőke áramlást az államok között. Tehát a tőke vagy a pénzpiacok deregulációja az nagyon röviden azt jelenti, hogy egyre inkább leomlanak azok a korlátok, amelyek az országok közti tőkeáramlást valamilyen értelemben szabályozni akarták, tehát a neoliberalizmust az jellemzi, hogy az állam egyre inkább segíteni próbálja a tőkének a globális áramlását. Most egy picit ráfókuszálnék konkrétan a neoliberális várospolitikákra, és azt kérdezném tőled, Őrs, hogy te mint egy, hát nem tudom, egy neoliberális városnak a lakója vagy polgára, hogyan írnád körül egyfelől, nem tudom, személyes tapasztalatként, hogy milyen egy neoliberális város, vagy te hogyan éled meg egy ilyen neoliberális városban való, nem tudom, saját életedet? Másfelől hogyan írnád le, hogy Romániában mikor is alakult ki, vagy hogyan is néz ki ez a neoliberalizációs folyamat? Hát nézd, András, legelőször is igencsak találónak érzem a fölvezetőben használt tornádó kifejezést, tehát itt olyan váltásokról, olyan léptékváltásokról beszélünk, amelyek az egyik pillanatról, egyik szempillantásról a másikra történnek meg, és a lakóhelyem Kolozsvár is egy ilyen folyamatot élt át a 2000-es évek elejétől. Hát most a kellős közepén vagyunk, úgy érzem. De hogy arra kérdésre is válaszoljak, hogy ez miért a 2010-es évek elejétől kezdődött, miközben, ahogy te említetted, a neoliberalizmus a 60-as, 70-es évek fordulójától eredeztethető. Erre azt tudom mondani, hogy Romániában a 90-es éveknek ez a szabadpiaci váltása után valójában a 2000-es évek hozták meg azokat a feltételeket, amelyek lehetővé tettek egy ilyen léptékű, hát tőkefelhalmozást, pénzeszközök, egyéb tulajdonok, ingatlanok felhalmozását. És addig nagyon sokan panaszkodtak arra, hogy Kolozsvár egy ilyen csendes város, csendes zug. Emlékszem, 2000-es évek közepén még azzal volt tele a sajtó, hogy nyáron az egyetemisták elhúznak, nincsenek fesztiválok, hogyan hozzunk fesztiválokat ide, hogyan töltsük meg a várost.
Hát ez mostanra olyannyira megváltozott, hogy leginkább a zsúfoltságra lehet panaszkodni, amely egyik pillanatról a másikra következett be, de erre azt is mondhatják mások, hogy igen, de ez nem egy neoliberális sajátosság. Inkább arra fókuszálnék, hogy olyan mértékű ingatlan beruházások meg infrastrukturális változások történtek, amelyeknek az egyik fő sajátossága az volt, hogy itt kifejezetten a magántőke ruházott be, és hogy ez a létező infrastruktúrát, közinfrastruktúrát egyáltalán nem érintette. Tehát például vannak olyan adatok, hogy az államszocialista rezsim alatt az állam, az önkormányzat épített lakásokat, a 90-es években Kolozsváron még fejeztek be ilyen lakóparkokat, amelyek tulajdonképpen állami lakásokként, bérlakásokként épültek, aztán az állami lakásépítési program teljes mértékben leállt, és ezzel párhuzamosan elindult egy nagyon szabálytalan folyamat, tehát kizárólag, tehát az állam tulajdonképpen kihelyezte, outsourcolta a lakásépítést, és ez azzal járt, hogy csak a lakásállomány növekedett nagyon rendszertelenül, és nem volt semmiféle beruházás az infrastruktúrába. Tehát egy 80-as évek szintjére kiépített infrastruktúrát használunk ma Kolozsváron megduplázva, és a civil társadalomnak semmiféle kontrollja nincsen afelett, városlakóknak semmiféle kontrollja nincsen afelett, hogy mit építenek, kik építenek, és milyen irányba viszik el a városnak az építését, miközben mindenhonnan azt halljuk, hogy fejlődik a város. Hát innen eredeztethető ez a kontrollvesztettség, és ez a szélvészszerű jelleg, ahogy a város fejlődése úgymond átsöpört rajtunk a 2000-es évek közepétől egészen napjainkig. Tehát, hogy azt mondod, hogy akkor ennek a neoliberális várospolitikának talán az egyik sajátossága az, hogy mondjuk az előző rendszerben ilyen közös infrastruktúraként birtokolt lakásállományt egyre inkább átjátsszák úgymond a magántőke szektorába, és ennek következtében hát elindul úgymond ezeknek a város részeknek egyfajta ilyen kannibalizáció, egy ilyen felzabálása, folyamatosan változik tulajdonképpen a városkép. De hogy engem az is érdekelne, hogy mondjuk ezen az általános közérzeti jellemzésen túl, amit adtál, tehát a zsúfoltságon, meg a kontrollvesztettségnek tapasztalatán, meg a beleszólás hiányán túl, különböző lakossági csoportokat hogyan érint ez a folyamat? Tehát hogyan változtatja meg a különféle lakossági csoportok közti viszonyt, vagy az ők életformáját ez az egész ilyen neoliberalizációs folyamat? Tehát hogy látod, hogy kiket hogyan érint? Milyen egyes csoportokat hogyan érint ez a változás folyamat? Ez legkönnyebben a neoliberális város egy ilyen sematizált, tipizált térszerkezetének vagy térképének a felvázolásán keresztül tudnám bemutatni. Előtte még azt igen jogosan jegyezted meg, hogy nem csak új lakásépítések voltak, hanem az állami lakásállomány, önkormányzati lakásállomány átjátszása, tehát nem csak az volt, hogy az állam nem épített, hanem kifejezetten hagyja, és ez mai napig jellemző folyamat, hogy hagyja az önkormányzati lakásállományt lerohadni, és a telkeket pedig értékesíteni, zárójel bezárva. Visszatérve a neoliberális város térképére, tehát a térképből látszik, hogy az egyes lakossági csoportok hogyan mozognak ezekben a városban, tehát milyen városon belüli migrációs folyamatok zajlanak le. Hát a legfontosabb nyilván a városközpont, a belvárosnak a szerkezete, ami átalakul egyfajta ilyen látványvilággá. Mindannyian ismerjük azt a narratívát, hogy az államszocializmus elszürkítette a városokat, és vissza kell állítani ezeket az eredeti fényében. Tehát rengeteg felújítás történik a városközpontokban, sok esetben ilyen 5-6 évente burkolatot cserélnek, ami szintén tünetértékű, tehát inkább így a ruhadivat szerűen változnak ezek a városközpontok,
és nagyon jellemző az, hogy elvesztik a lakóhely funkciójukat ezek a városközpontok. Tehát azt is lehet mondani, hogy a városközpontok ilyen fogyasztói centrumokká válnak igazából. Tulajdonképpen bankok, kocsmák, vendéglők kerülnek oda, és hogyha Kolozsvár példáját vesszük, szintén volt 2000-es évek közepe vége fele egy vita a sajtóban arról, hogy akarunk-e egy kopárfák nélküli főteret, tehát hogy ez is nagyon, nagyon jellemző, hogy, tehát, hogy az az átalakítás, amivel társították az új modern városközpontot, tulajdonképpen azt jelentette, hogy különböző fesztiválok, magánrendezvények kibérelhetik a városnak a közterületét, tehát a főtéren mindig van valami, mindig történik valami, és ez nem csak kolozsvári sajátosság, ez Szatmárnémetitől Brasson keresztül Jászig meg Bukarestig is hasonló módon, tehát a bukaresti régi városközpont is ugyanilyen látványelemként funkcionál például. És tehát, hogy van ez a belváros. Ezen kívül, amire utaltál, ez a kannibalizáció, ez azokat a városnak, azokat a részeit tartalmazza, vagy jelöli, ahol az államszocializmusban nem volt lakópark építés. Tehát ezek ilyen családi házas övezetek, önkormányzati lakások is szép számban voltak ilyen területeken, és itt, tehát hogy ezeken a területeken, tehát én is egy ilyen területen lakom, tehát ott minden utcában történik, vagy 3-4 építkezés, tehát olyan lakóövezeteket, parkokat húznak oda fel, tehát amelyek egyszerűen nem, tehát az utak átteresztő képessége nem tudja azt megbírni, tehát nincsen tervszerűség. Akkor ugye vannak a szocialista lakónegyedek, és beszéljünk egy kicsit a neoliberális városnak a perifériájáról, mert itt válik a leginkább láthatóvá, hogy milyen népességmozgások tartoznak ide. Tehát azzal párhuzamosan, hogy a városközpontokat úgymond elfoglalja az ingatlan lobby, a befektetések, tehát egy szóval a tőke, a lakosság, az a szegényebb lakosság, aki az államszocializmus idején állami lakásban lakott, tehát az folyamatosan kiszorítódik a perifériára. Tehát Kolozsváron ennek egy nagyon-nagyon jellegzetes esete a Szemétdomb melletti Patarét, ahol egy főként cigány etnikumú, cigány lakosság települt, és tehát hogy ilyen van Vásárhelyen is, a Hidegvölgy vagy Sepsiszentgyörgyön az Őrkő, vagy Brassó mellett a közeli Négyfalu melletti Garcsin, és tehát mindig az a város hivatalos narratívája, szövege, dumája erről, hogy teljesen esetlegesen van ott a gettó, ahol van, miközben a neoliberális városban ez egy nagyon fontos szerepet tölt be. Tehát Kolozsvárnak régóta tudjuk, hogy deficites a szemétszállítási politikája, és ezek a romák ott tulajdonképpen a szemetet válogatják, tehát valamiféle nélkülözhetetlen munkát végeznek, meg egyfajta tartalékseregként is funkcionálnak városbeli építkezések esetén. És tehát van egy másfajta periféria is. Uh-huh. Tehát a város a szomszédos falvakat, környező településeket magához öleli, vagy ahogy te mondtad, kannibalizálja, és itt kialakulnak olyan lakóövezetek, amelyek pont azért, mert ezek a magánbefektetők nem építenek infrastruktúrát, hiányoznak ebből az óvodák, az iskolák, a kórházak, a közösségi terek, tehát ezek így közvetve hozzájárulnak a városoknak az eldugulásához és zsúfoltá. Ezek az alvó városok, vagy ilyen alvó falvak. Meg ennek még van egy még durvább változata, ezek a fallal körülvett lakóparkok, lakóövezetek, ez az úgynevezett gated community, ahol tulajdonképpen a rendőrség helyét már egy privát biztonsági szolgálat veszi át, tehát ott már az utak is magánutak, tehát hogy még inkább egy ilyen felügyeleti rendszer zajlik. Tehát igen, ez mondható el így ezekről a perifériákról, illetve hogy csavarjak még egyet a dolgon, hogyha a várost nézzük, sok esetben csak a város területére, illetve a környező településekre gondolunk,
De hogyha vesszük például, számításba vesszük azt, hogy Kolozsvárra, Nagyenyedtől, Máramarosig és Nagyvárattól egészen Besztercéig tulajdonképpen bevonza a lakosságot a kolozsvári fejlődés, akkor azt is észrevehetjük, hogy a Kolozsvár 50 kilométeres körzetében, de így van ez az egész országban, kiürülnek a falvak. Tehát tulajdonképpen a vidéket úgymond kiszipolyozza, kizsákmányolja, felszívja a vidéki lakosságot. Tehát hogyha megnézzük a vidéki ilyen szempontból, a város negatívja. Tehát nem egy egységes, egy egyenletes fejlődésről beszélünk. Tehát van a felduzzasztott város, és van a teljesen kiürült vidék. Ez nagyon izgalmas, amit mondasz, hogy valójában a neoliberális város az egy sajátos szerkezet, amelyhez hozzátartozik a perifériája is, tehát hogy ezt összefüggésében érdemes nézni, illetve még az is nagyon izgalmas, amit mondtál itt a városon belüli periféria kapcsán, hogy hát itt tulajdonképpen ez a neoliberális várospolitika egy ilyen sajátos osztálypolitikai is, ugye? Tehát bizonyos társadalmi rétegeket nem tudom, privilegizált helyzetbe jut, vagy támogat másokat, pedig kiszorít a város különféle tereiből. De sokat beszélték Kolozsvárról, és van itt szerintem még egy nagyon érdekes kérdés, tehát főleg az erdélyi magyarok számára a Kolozsvár ugye egy ilyen kulturális központként, vagy egy ilyen kulturális fővárosként is szokott nagyon sokszor szerepelni. Tehát nagyon sokszor hallunk arról, hogy Kolozsvárra, vagy az elmúlt, nem tudom, 10-15 évben Kolozsvárra sokszor úgy tekintettek, mint a, nem tudom, hogy az alternatív kulturális tereknek, vagy művészeti irányzatoknak a városa, ugye egyetemi város is. És az a kérdésem igazából, hogy ez a kulturális jellege a városnak hogyan függ össze, vagy összefügg-e szerinted ezzel a neoliberális jellegével, vagy átalakításával a városnak. Tehát ez a meg egyébként is ez a kulturális főváros projekt, ami több városon úgymond végigvonul, ez kapcsolódik-e szerinted ehhez a neoliberális város projekthez? Itt a művészetnek egy nagyon, nagyon specifikus válfaját emelném ki, az úgynevezett alternatív, független, ellenkulturális szcénát, amely pont arról ismerszik meg, hogy nincsenek, vagy nem voltak ilyen államilag fenntartott intézményes helyszínei, és pont olyan városokban telepednek meg ezek a művészek, ezek a művészcsoportok, művészeti formák, ahol találnak megfizethető bérleményeket. És jó, most ahhoz, hogy Kolozsvárról beszéljek, egy kicsit talán Berlinről és Nyugat-Berlinről is beszélnem kell, ami még a 89-es rendszerváltozások előtt egyfajta ilyen enklávéként funkcionált, és oda nem tehát hogy rengeteg volt a lepusztult, kihasználatlan lakásállomány, amit különböző foglalt házak és különböző művészeti csoportosulások ki használtak, majd pedig ahogy, tehát itt van egy nagyon érdekes történet, az, hogy tulajdonképpen a neoliberális várospolitikák felhasználják ezeket a független művészeti tereket, mert mit csinálnak ezek a művészeti terek? Azt csinálják, hogy népszerűsítenek, népszerűvé tesznek egy várost, tehát a kulturális főváros projektek is erről szólnak, és oda vonzanak bizonyos társadalmi rétegeket, ezt így érted? Hát igen, előkészítik egy picit. Igen, tehát ezt hívják szakkifejezésre gentrifikációnak, hogy először jönnek a lepusztult területekre a művészek, majd megnő ezeknek a területeknek a népszerűsége, és akkor kezdődik az úgynevezett kreatív osztály általi benépesítése ezeknek a tereknek, tehát nem csak Berlinben történt ez, hanem mondjuk Budapesten a 8. kerületben is, de hogy
amit ide tudnék mondani, hogy szimptomatikus, hogy azután a 2000-es évek közepére már az a szlogen terjedt el, hogy Lipcse az új Berlin. Tehát, hogy aztán, tehát ez egy globális folyamat, és hogy tulajdonképpen azzal függ össze, hogy ezek a művész csoportok folyamatosan új meg új városokat kell belakjanak, mert, és ez történt Kolozsvárral is, tehát 2010-es években volt Kolozsvárnak egy ilyen jó 3-4 éve, amíg valóban mindenféle művészeti társaság ott tudott működni, tehát a szemfolyóiratnak az első inkarnációja is közvetlenül ebbe a tehát a városnak a kreatív felfutásába kapaszkodott így úgymond bele, és most, amikor már így kialakult így a városnak ez az imázsa, már egyszerűen ezek a művészeti központok sem tudják megfizetni. Aha. Tehát, hogy fölverik az árakat, de úgy fölverik, hogy egy idő után ők maguk sem tudják kifizetni, tehát ők is elkezdenek kiszorulni. Ez nagyon izgalmas, illetve az is nagyon izgalmas, amit mondasz, hogy erről ritkán beszélünk, hogy ez azért egy globális folyamat. Tehát ezek a neoliberális városok, úgymond a globális tőkeáramlás során kihelyezett tőkékből, nem tudom, felfuttatott, nem tudom, ilyen városprojektek, amelyekben nem igazán látszik, hogy lenne bármifajta jövőkép, tehát hogy ezek ilyen esetlegesen ide beruházunk, ott csinálunk valamit, aztán megy tovább, ahogyan mondtad a lipcsés példát, hogy így mennek városról városra, aztán, hogy mi a következménye, vagy mi maradott, azt még ugye nem nagyon látjuk, de persze, most gondold el azt, hogy mondjuk az ipari forradalom után, tehát például Amerikában olyan szellemvárosok alakultak ki, mint Detroit, tehát hogyha Kolozsvárt is egy olyan tech metropolisnak tekintjük, mint például Amerikában San Franciscót, ahol főleg egy információs technológiai iparra alapszik az egész városfejlesztés, meg ezt támogatja meg tulajdonképpen a városfejlesztés gerincét, akkor hogyha lesz egy következő ipari forradalom, ami felváltja ezt a jelenlegi információs kapitalistát, akkor itt marad egy szétterpeszkedett városroncs, ami közvetve egy ilyen ökológiai katasztrófát is magával sodor, tehát lesz rengeteg ember, tehát ezért emlegettem ezt a vidék-város egyenlőtlenséget, egyensúlytalanságot, mert ide be lesz csődítve egy rohadó infrastruktúrában rengeteg ember, akikkel aztán nem lehet tudni, hogy mi lesz, tehát ez nem fenntartható. Értem. Utolsóként arra kérdeznék rá, hogy látott te kolozsváriként, vagy Kolozsváron, hogy ezzel a típusú várospolitikával, vagy városgazdaságtannal, vagy gazdasággal milyen típusú gyakorlatok állíthatók egyrészt elfben szembe, vagy milyen típusú mozgalmak vannak, vagy vannak-e olyan mozgalmak, amelyek szerveződnek ezzel a típusú városra szemben. Lehet ezzel ellen szerveződni? Vannak-e ilyen típusú szerveződések mondjuk Kolozsváron? Hogy látod ezt az ezzel kapcsolatos ellenállás kérdését? Visszacsatolok egy kicsit a neoliberalizmus fogalmához, amit az elején definiáltál. Tehát itt nagyon-nagyon fontos az egyéni szabadságnak az elve, hogy én egyénként alakítom a saját sorsomat, és én egyénként döntök és felelek, viselem el a döntéseim következményét. Na most Kolozsváron ez a leginkább észrevehető és jellegzetesebb megküzdési forma. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy Covid-válság után rengetegen telepedtek itt, főleg a középosztály tagjai a város nagyobb vonzás körzetében levő falvakba, de ez ugyanúgy jellemzi Marosvásárhelyet, vagy Bukarestet, tehát ez megint csak nem egy kolozsvári sajátosság, hogy ki menekül. Tehát egyéni menekülési útvonalak. De hogy erről nem igazán beszélnek, tehát hogy ez csinálják, de hogy ez nem jelenik meg sehol. Tehát én a fogorvosnál hallok arról például, hogy telik meg ez a falu, az a falu, amaz a falu, de hogy... Nincsenek erről elemzések, nincs, a közbeszédnek nincs, nem részben. Egyáltalán nem, viszont érdekes, hogy van egy olyan nem egyéni megküzdési stratégia, ami azért a világon azért pár városban gyökeret vert, ez a municipalista tradíció, ami azt mondja, hogy a város önmagában véve egy szerveződési egység, egy politikai közösség,
És tehát, hogyha innen nézve megnézzük, hogy miért nem működnek az ilyen típusú szerveződések Romániában, akkor vagy a régiónkban, mert ez egyáltalán nem országos sajátosság, akkor azt lehet mondani, hogy azért, mert kiürültek azok a típusú politikai szerveződési formák, tehát a városi tanácsokban tulajdonképpen egy párhuzamos gazdasági önkormányzás folyik. Tehát arról van itt szó, hogy azok a pártok, akik uralják jelenleg a városi önkormányzatok frakcióit, ezek nagyon mélyen össze vannak fonodva gazdasági érdekcsoportokkal, tehát a kolozsvári példa esetében rengeteg párthoz közeli üzletember építhet, vagy pártól távolabb üzletemberek nem építhetnek. Tehát, és ők pedig abszolút egy ilyen fejlesztési vagy fejlesztői diskurzus fenntartásában érdekeltek. Na most Kolozsváron szép számmal vannak olyan aktivista szervezetek is, tehát van lakhatási mozgalom, van ökológiai mozgalom, van nyelvi jogokért küzdő mozgalom, van civil kurázsit erősítő mozgalom, csak hogy ezek részproblémákra, partikularitásokra, eseti ügyekre fókuszálnak rá, és nem tudják hallatni a hangukat egységesen a fejlesztők diskurzusával szemben. Tehát én azt látnám ilyen első megoldásként, hogy ezek a szervezetek állítsanak egyfajta alternatívát a nyilvánosság, bármilyen típusú nyilvánosságban ezzel a fejlesztői diskurzussal képest. Mert amíg mindenki egyénileg cselekszik, és erről nem beszélünk, addig ez a helyzet ez nem fog megváltozni. És azt hiszem, hogy itt valami olyasmit tudnék mondani zárásként, vagy lekerekítve a mondókámat, hogy a város történetileg, hogyha itt a görög polisz tradícióját nézzük, akkor az pont egy olyan szerveződés volt, ami az embert humanizálta. Tehát társadalmat, kultúrát, civilizációt teremtett. A mostani neoliberális város pedig, tehát az inkább akadályként tekint az emberre, tehát az üzletkötés, a fejlesztés és a tőkeberuházások tulajdonképpen egy akadály. Tehát a lakhatás az egy teljesen mellékes körülmény ezekben a városokban, nem véletlenül akarják föld alá metrókba az embereket nyomni. Szóval, hát igen. Nagyon izgalmas ez a gondolat, vagy ezt emelném ki, hogy a várost ezzel a municipalista, nem tudom, gondolkodással egy sajátos, nem tudom, közösségnek vagy politikai közösségnek is lehetne akár tekinteni, tehát a városi polgárnak az öntudatába bele kellene férjen az, hogy megpróbálja ő maga, nem tudom, alakítani vagy beleszólni abba, hogy hogyan alakulnak a teret. Azt is mondhatnám, Vasalbertet parafrazálva, hogy adjátok vissza a városainkat. Na most itt lejárt az időnk, itt fejeznénk be ezt a nagyon izgalmas beszélgetést. Ez volt az e-havi szembeszéd, amelyben arról beszéltünk, hogy mitől válnak élhetetlenni a városaink. Köszönjük, hogy velünk voltatok, tartsatok velünk a következő hónapban is. Nézzetek körül, mik történnek a lakóhelyeiteken, keressétek és építsétek a szövetséget a többi város lakóval. Ne feledjétek, a városban értünk, és nem mi vagyunk a városainkból hasznot húzó befektetőkért. Jelent a politika? Mit jelent az, hogy politikai közösség, politikai önszerveződés? Talán az a legcélszerűbb, hogyha abból indulunk ki, hogy a közfelfogásban vagy a közbeszédben manapság politikán általában inkább a hatalomgyakorlást vagy az adminisztrálásnak bizonyos formáit szokták érteni. Én ezzel szemben, nem tudom, kiinduló pontként azt javasolnám, hogy próbáljuk meg egy kicsit ilyen klasszikus módon meghatározni, hogy mi az, hogy politika, illetve mi az, hogy politikai közösség.